koncertünket stílusosan a német zeneszerző Karl Tejke művével kezdtük, amelynek már a címében benne van, hogy üdvözlünk mindenkit. Ugyanis ez a címe, üdvözlet induló. A zenekar után én is szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves érdeklődőt a Balmazújvárosi Veterán Úttörő Zenekar harmadik önálló nagy koncertjén. Lénátné Komjáti Judit vagyok, és újból enyém a megtisztelő feladat, hogy kalauzoljam önöket a műsorszámok között. 2019-ben hagyományteremtő szándékkal volt az első önálló koncertje a zenekarnak. Aztán 2020-ban a második, most pedig a harmadik. Nem kell nagy matematikai tehetség hozzá, hogy rájöjjünk, hogy a 2021-es év kimaradt, mivel sajnos tudjuk nagyon jól, hogy a Covid miatt nem rendezhettünk semmiféle rendezvényt. Így a legutóbbi színháztermi koncertjük óta 2 év telt el. Úgyhogy nem csoda, hogy nagyon örülnek a zenekar tagjai, hogy újra koncertezhetnek. De nem csak a zenekari tagok voltak kitartóak a mögöttük álló 2 év nehézségei ellenére is, hanem lelkes karnagyuk, Radócz Miklós. Szeretnék felolvasni egy Facebook bejegyzést, amit tegnap késő este a főpróba után az egyik zenekari tag írt a csoportjukba. Sziasztok, veteránok! Szuper este volt a mai is. Holnap már tényleg élesben megy a játék. 2 éve erre várunk, nem volt egyszerű, sok mindenen mentünk keresztül. Azért látszik, hogy mindenki egy kicsit izgul, figyel a másikra, és mindenki komolyan veszi, és felelősséggel koncentrál. Ezek vagyunk mi, egy család. Egymásért vagyunk, összetartozunk. A munka mellett a sok próbának is megvan a gyümölcse. Köszönet és hála Mikinek, hogy türelemmel foglalkozik velünk, és összetartja a zenekart. Így érdemes zenélni. És köszönet minden zenekari tagnak, minden kisegítőnek, barátainknak. Jó veletek! Legyünk még sokáig együtt. Holnap találkozunk. Előre! Ezt Katona Feri kispajtás írtam. Haladunk mi is előre a műsorban. A következő műsorszám Jacques Offenbach műveiből készített egyveleg. Offenbach nevét a közönség elsősorban operettjeiről és a híres hírhedt Kán-Kán táncról ismerheti. Korábban, a 19. században kifejezetten közkedvelt szerző volt. Műveire a könnyedség, humorosság, gyakran a szatirikus hangvétel jellemző. Az egyveleg végén a mindenki számára ismert dallam a Kán-Kán csendül fel. Át is adnám a színpadot a zenekarnak, karnagyuknak és Offenbach vidám muzsikájának. Thank you.
Offenbach után újra egy tradicionális fúvószenekari induló következik, amelynek a zenekar szempontjából az az érdekessége, hogy a kottát Zánkán osztotta ki Béla bácsi, ezért a srácok elnevezték Zánka indulónak. De nem csak a balatonparti tábor miatt szerették a fiúk és a lányok, hanem mert ez egy remek induló. A mű eredeti címe egyébként Ünnepi induló, szerzője pedig Grécs Károly. Grécs Károly karnagyként, tanárként, majd zeneiskola igazgatónként is elsőrendű szívügyének tekintette a fúvós kultúra további fejlesztését és a fúvós kamarazene művészi szintű kimunkálását. Amikor a konferáló szöveget szerkesztettem, azon gondolkodtam, hogy a koncertet milyen alkalomhoz lehetne kötni. Az előző két koncert apropóját a Magyar Kultúra Napja adta. Mivel ez már nem aktuális, lévén január 22-én, valami mást kellett keresnem, mert hogy csak kell, hogy legyen valami neve. A tavasz első hónapja van, legyen akkor tavaszváró, tavaszköszöntő koncert. Aztán a konkrét időpont adta a megoldást. Március 19-e, József nap. Így hát elneveztem József napi koncertnek. De tudjuk, hogy a naptárban, meg a versikében is egymás után jön Sándor, József és Benedek, akik remélhetőleg most már tényleg hozzák a meleget. Ezért szeretettel köszöntöm, és minden jót kívánok mind a nézőtéren, mind a színpadon ülő, e neveket viselő férfiaknak, köztük az én életem párjának. Köszöntse hát a Sándorokat, Józsefeket és Benedekeket a most következő ünnepi induló.
régi magyar áldás Vég Istvánné gyűjtéséből. Legyen áldott a szív, mely hordozott, és áldott legyen a kéz, mely felnevelt. Legyen áldott eddigi utad, és áldott legyen egész életed. Legyen áldott benned a fény, hogy másnak is fénye lehess. Legyen áldott a napsugara, és melegítse fel szívedet, hogy lehess meleget osztó forrás a szeretetedre szomjazóknak. És legyen áldott támaszkarod a segítségre szorulóknak. Legyen áldott gyógyír szavad minden hozzád fordulónak. Legyen áldást hozó kezed azoknak, akik érted nyúlnak. Áldott legyen mosolyod, légy vigasz a szenvedőknek. Légy te áldott találkozás minden téged keresőnek. Legyen áldott immár minden hibád, bűnöd, vétked, hiszen aki megbocsátja, végtelenül szeret téged. Őrizzen hát ez áldás fájdalomban, szenvedésben, örömödben, bánatodban, bűnök közti kísértésben. Őrizze meg tisztaságod, őrizze meg kedvességed. Őrizzen meg önmagadnak és a téged szeretőknek. Thank you.
Az imént hallott lassú, átszellemült hangzásvilágú dallamok eredetije egy egyházi kórusmű. A 10 áldozási himnusz egyik része, melyet Pavel Csesztokov komponált 1912-ben. Eredeti címe Salvation is created, vagyis az üdvösség létrejön. Az eredeti egyházi szláv szöveg magyarul így hangzik. Az üdvösség a föld közepén születik, ó Istenem. Alleluja. Érdekesség még, hogy a szerző Csesztokov soha nem hallott a saját szerzeményét előadni. Halála után erre gyermekeinek nyílt csak lehetősége. A kórusmű zenekari átirata előtt Kordás Ágnes zenekari taktól hallottuk a régi magyar áldást. Köszönjük Áginak, hogy előadásával megalapozta az imént elhangzott zene hangulatát. Ez a lassú, átszellemült hangzásvilágú muzsika eddig nem volt jellemző a zenekar repertoárjában. Az nem titok, hogy a veterán úttörők elsősorban a hagyományos fúvószenekari indulókra és a magyaros jellegű muzsikákra építenek, de igyekezve kikacsintani, bővíteni a stilisztikai repertoárt. Nem kis része van ebben a karnagy úrnak, aki előszeretettel biztatja őket a nyitásra más stílusok felé is. Erre volt példa az iménti darab, és egy kicsit a következő is az lesz. Ez pedig Dmitrij Sosztakovics első szvít varieté zenekarra 7. tétel. De úgy is mondhatnám, hogy az úgynevezett második keringő. Ha még itt sem tudnák, melyik zenéről van szó, ha felcsendülnek az első dallamok, fel fogják ismerni. Ugyanis ez a világ egyik legismertebb alkotása, és azt is mondják, hogy a legszebb keringő. Sosztakovics az 1930-as években komponálta ezt a művet, de népszerűségét, ismertségét az egész világon az 1999-ben megjelent Tágra zárt szemek című filmnek köszönheti. Azóta számos filmben táncoltak a főszereplők ennek a keringőnek a dallamaira, például Sziszi és Ferenc József, vagy Hamupipőke és a Herceg. Népszerűségét az is mutatja, hogy szalagtűző táncok zenéjének is előszeretettel választják. Sosztakovics a 20. század zenei életének egyik legmeghatározóbb alakja volt. Nagyon komoly életműve maradt fenn. Nagyszabású szimfonikus zenekarra írt művek, operák, balettek, szimfóniák, kamarazenei művek, egyéb zenekari művek, zongoraművek, vokális művek, versenyművek, jazzdarabok, filmzenék. Azonban egyik legismertebb alkotása mégis ez a könnyed hangzású keringő, amely tulajdonképpen nem is egy önálló mű, hanem csak annak egy tétele. Remélem, megfelelően felkeltettem az érdeklődésüket, jöjjön hát a keringő, kellemes szórakozást! Thank you.
Újra egy igazi magyar induló következik, amelynek még a címe is az, Magyar Vér Induló. Szerzője Fricsai Richárd 1867-ben született Kremsírben, Morvaországban. 1897-ben feleségével és gyermekeivel költözött Székesfehérvárra, hogy megkezdje közel 40 éves szolgálatát a Magyar Honvédség kötelékében. Karmesteri tevékenysége mellett Fricsai zenepedagógusként és zeneszerzőként is aktívan tevékenykedett. Számos művet komponált a honvédség és a tűzoltóság számára. Magyar állampolgárságát 1902-ben kapta meg, s választott hazájához való hűségét több vonatkozásban is kimutatta. Például Ferenc József 1903-as az önálló hadsereget és a magyar vezényszót elutasító, elemi erejű felháborodást kiváltó hat parancsára egy kurzdalokat feldolgozó fantáziával válaszolt. És ez időtájt írta magyar dallamokat feldolgozó híres indulóinak többségét is. Többek között a nem sokára felhangzó Magyar Vérindulót is. Fricsai Budapestre került. Szakmai kiválóságát és szervező tehetségét teljes szívvel állította a magyar katonazene szolgálatába. Személyes tekintélyének volt köszönhető, hogy a karmestereket főállásban alkalmazták a hadseregnél. Eltökélt szándéka volt a katonazenekarok szakmai színvonalának emelése. Előírta a karmesteri diploma megszerzésének szükségességét. Jó példával járva elől elsőként tette le a vizsgát. A katonazene legmagasabb rangú vezetőjeként megszervezte az utánpótlás képzését, és újabb zenekarokat alapított a folyamőrségnél, az államcsendőrségnél, az államrendőrségnél és a csendőrségnél. Koncertező tevékenységét is tovább folytatta. Mindezek mellett hamar felismerte és kihasználta a Magyar Rádió által nyújtott új lehetőségeket.
Zenekara ezernél több koncerttel és számos hanglemezzel szolgálta ki a zeneszerető közönség igényeit. A magyar katonazene történetének talán legnagyobb hatású muzsikusa 1945. március 16-án hunyt el Budapesten. Következik hát a magyar vérinduló, vezényel Radócz Miklós. Thank you.
azt mondták, nem jönnek vissza. Az iménti percekben a Hímes Néptánc Együttes tagjait láthatjuk a színpadon, szatmári táncokat adtak elő. Nagyon szépen köszönjük Balog Judit, Kányási Edina, Polnár Lili, Kordás Sándor, Nádasdi Bence és Tóth János táncosoknak, valamint felkészítőjüknek, Jeremiás Lajosnak, hogy fellépésükkel színesítették a ma este műsorát. A következő percekben a zenekar ismét egy magyaros művet fog játszani, egy német zeneszerzőtől. Johannes Brahms magyar táncai mindenki számára ismertek. De míg az imént a táncosok igazi magyar népzenére táncoltak, addig Brahms igazából akkori populáris, magyaros jellegű dallamokat dolgozott fel, amiket gyakorlatilag itt-ott hallott. Brahmsot elbűvölte a magyar népzene és a cigányzene szépsége és kifejező ereje. A magyar zenéért való lelkesedése a magyar hegedűssel Reményi Eduárddal való barátságából eredt. 1853-ban koncertkörútba kezdtek, amelynek keretében a magyar nóták is műsoron voltak. A magyar táncok Brahms 21 darabból álló zenei csokra, melyek közül mindössze 3-at tartanak teljesen eredeti alkotásnak. A többi magyar dallamok alapján készült zongoradarab. E művek pontos keletkezését homály fedi. Ami viszont biztos, hogy a magyar táncok hozzásegítették Brahmsot a hírnévhez. A zenekar játszotta már többször nagy sikerrel a mindenki által ismert 5. magyar táncot. Most a 6. szeretnék bemutatni. Fogadják szeretettel! Thank you.
szerintem jó ez a hatodik magyar tánc is, nem csak az ötödik. A következő zenemű egészen friss alkotás. 2017-ben a Magyar Honvédség pályázatot hirdetett új magyar induló megírására. Erre a pályázatra írta meg a mi karnagyunk, Radóc Miklós, az újvárosi indulót, amelyel második helyezést ért el. Ezeket az információkat már a 2019-es koncerten elmondtam, ugyanis a hazai közönség akkor hallotta először. De azért szerintem most is megérdemel egy tapsot. A szerző Radóc Miklós szavait idézem. Azóta nincs koncertünk, ahol ezt ne játszanánk el. Másrészt borzasztóan megtisztelő számunkra, hogy ezzel ténylegesen Balmazújvárost és a balmazújvárosi embereket képviseljük. Én magam, mint a szerző, bízom benne, hogy a közönség is egyre inkább magáénak érzi. Én személy szerint rendkívül büszke vagyok arra, hogy van egy tehetséges zeneszerzőnk, aki városunkról, mindannyiunk otthonáról zeneművet ír. A zenekar ezzel a zeneszámmal szeretné megköszönni a segítséget, a támogatást mindazoknak, akik a koncert létrejöttében bármilyen formában közreműködtek. Valamint akiknek részük van abban, hogy ez a zenekar él, működik. Köszönetüket fejezik ki a Művelődési Ház vezetőjének, Sári Istvánnak, és az intézmény dolgozóinak, akik a háttérben folyamatosan támogatják, segítik a munkájukat. És persze a családnak, akik a lelki támogatás mellett elviselik az otthoni gyakorlást is. És végül, de nem utolsó sorban, önöknek, kedves közönségünk, akik szeretetükkel és érdeklődésükkel támogatják a Balmazújvárosi Veterán Úttörő Zenekart. Szóljon tehát köszönetképpen az újvárosi induló, vezényen a szerző, Radóc Miklós. Thank you.
következő darab a zenekar stílus határainak újabb feszegetése, hiszen igazi, populáris, könnyű zene. A Beatles együttest alig ha kell bemutatni a közönségnek, és azt a melankolikus hangulatú számokat sem, amit mindjárt játszik a zenekar, ez a Yesterday. A The Beatles angol beat zenekar volt a popzene egyik legnagyobb hatású és legsikeresebb zenekara. A popkultúra egészét nézve kevesen voltak, akik népszerűségükhöz, kritikai elismertségükhöz és széleskörű kulturális hatásukhoz mérhetőek. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy jövőre lesz a zenekar megalakulásának 60. évfordulója, és népszerűségük mondhatni töretlen. Bár tagjai viszonylag rövid időt töltöttek együtt 1963-tól 1970-ig, a Beatles jó néhány világrekordot állított fel, melyeknek egy részét máig sem döntötték meg. Néhány ezek közül. A világ legsikeresebb előadói, miután az EMI lemezkiadó becslése szerint több mint 1 milliárd lemezt, CD-t, kazettát adtak el világszerte. Ők kapták a legtöbb platina lemezt. Több listavezető számuk és nagy lemezük volt, mint bármely más együttesnek. Ők töltötték a legtöbb időt a slágerlisták élén. 174 hetet az Egyesült Királyságban, 132 hetet az Egyesült Államokban, egy év 52 hétből áll. Slágerista helyezések tekintetében Lennon és McCartney a legsikeresebb dalszerzők. 1964. április 4-én a Billboard slágerlistáján a Beatles foglalta el az első 5 helyet. Ez más előadónak azóta sem sikerült. A következő héten, április 11-én a 100-as listán 14 a Beatles dala volt. Ezzel megtörték a korábbi csúcstartó Elvis Presley rekordját, ő 9 dallal volt ott. A Yesterday a legtöbbször feldolgozott dal a könnyűzene történetében, erre több mint 3000 alkalommal került sor. Ezzel bekerült a Guinness rekordok könyvébe. Ezen kívül ez a nemzetközi rádiózás történetének legtöbbet játszott száma is. 1965-ben egy stadionbeli koncertjükkel új rekordot állítottak fel a koncertlátogatók számával és bevételével. Ez volt a könnyűzene történetében az első koncert, amelyre stadionban került sor, nem színházban vagy koncertteremben. 1965. június 12-én a Beatles tagjai megkapták a Brit Birodalom tagja érdemrendet. A Yesterday a 20. század legjobb dalának választották a BBC Rádió 2 zenei szakértők és hallgatók körében végzett 1999-es szavazásán. 1997-ben a dal bekerült a Grammy hírességek csarnokába. A dal címe Yesterday magyarul azt jelenti tegnap, és egy kapcsolat felbomlását mutatja be. Hallgassák szeretettel! Thank you.
Kedves közönségünk, lassan koncertünk végére érünk. Egy lehetőséget szeretnék a figyelmükbe ajánlani, amivel a zenekart tudják támogatni. Az előző koncertekhez hasonlóan most is adománygyűjtő dobozt helyeztünk ki az aulában, amelyben mindenki szíve szerint és lehetőségeihez mérten elhelyezheti adományát, amit előre is nagy szeretettel köszön meg a zenekar. Mielőtt felkonferálnám az utolsó műsorszámot, hadd osszak meg önökkel egy érdekes statisztikát, ezt is Katona Feri készítette. A veterán úttörő zenekar első próbája 2017. december 8-án volt. 2021. december 31-ig összesen 116 próbájuk volt. Összes fellépés száma 31. Ezek a számok még nagyobbak lennének, ha ugye a koronavírus járvány közben nem szól. Részt vett a zenekar 3 balatoni nyaraláson, volt köztük Zánkai is. És szerveztek 5 csapatépítő tréninget, ha minden jól megy, áprilisban sor kerül a 6-ra. Mi sem bizonyítja az előbb elhangzottaknál jobban azt, hogy ez a zenekar tényleg egy nagy család. Barátok, akik nem csak a próbákon, fellépéseken találkoznak, hanem egyéb közös programokat is szerveznek, ahová feleségükkel, férjükkel, párjukkal mennek. Ezeket a csapatépítő alkalmakat azért ne úgy képzeljék el, hogy veteránként üldögélnek, csendesen beszélgetnek. Ilyenkor bizony még táncra is perdülnek. Utolsó műsorszámként egy igazi bulizene következik, amelyre a 70-es években, és akár most is jókat buliznak, a kicsit régebb óta fiatalok. Ez a szám a zenekar unszolására került bele a műsorba. Miki végül engedve a nyomásnak, áthangszerelte a zenekar számára. Így már nem csak táncolni tudnak rá, hanem el is tudják játszani. Következzék hát a Balmazújvárosi Veterán Úttörő Zenekar koncertjének utolsó száma, a Lou and the Hollywood Bananas-tól a Jerikó, vezényel Radócz Miklós. A zenekar és magam nevében is remélem, hogy jól szórakoztak, illetve még szórakoznak. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, további szép estét kívánok, remélem jövőre találkozunk. Viszontlátásra! Thank you.
kérlek, mikrofon nélkül is remélem, hogy hallhatunk. Hát tényleg óriás öröm, hogy két év után itt a színházteremben újra muzsikálni a zenekarra. Csak azért én úgy sejtem, hogy itt a közösség között azért javarészt azért visszatérő nézőink is vannak. És hát azért azt már megszoktuk, hogy hála Istennek, hogy a közönség nem enged el minket olyan hűde könnyen. Egyébként engem meg a zenekar nem szokott. Úgyhogy egy áldást még hozzátennénk minden esetben. És hát azért azt is hallottam már, hogy itt errefelé mindenki tud és szeretes énekelni. Visszatérő műsorszámunkval, a Szamos menti indulóval szeretnénk fel a mai estét. És tényleg szeretnék éneket is hallani közben. Nagyon szépen köszönöm még egyszer. Thank you.
közönségnek tényleg öröm játszani, tényleg a zenekartól is mindig kapok feladatot. És hát tényleg rossz szemmel néznek rám, hogy ez a tényleg utolsó utáni.